Magyarországon az elmúlt évtizedben egyre több támogatást kaptak a fiatalok az életük elindításához. 2002 és 2010 között ez nem volt így. A baloldali kormányok idején kétszer nagyobb volt a fiatalok munkanélkülisége, mint most. 2010-ben családbarát fordulat történt. Azóta emelkedik a fiatalok foglalkoztatottsága. Most már közel 300 ezer 25 év alatti fiatal dolgozik, akiknek 2022-től már nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Ennek köszönhetően 22%-kal emelkedik a jövedelmük. A fiatalok pályakezdését segíti az ingyenes KRESZ-vizsga és az ingyenes nyelvvizsga. 2021 év végéig 112 ezer fiatal tudott élni az ingyenes KRESZ, 122 ezer fiatal pedig az ingyenes nyelvvizsga lehetőségével. A diákhitel 2010 óta több mint 214 ezer fiatalnak könnyítette meg a tanulmányait. A fiatalok családalapítását segíti az otthonteremtési program, a babaváró támogatás, az első házasok adókedvezménye, a hallgatói gyed és a diákhitel elengedés gyermekvállalás esetén. Magyarország családbarát ország, ahol a fiatalokat megbecsülik. Őrizzük meg ilyennek, őrizzük meg közös kincseinket.